Intro. Bevezetés a könnyű zenébe. Intro, azaz bevezetés a könnyű zenébe. Ismét itt a műsor, mint minden szerdán, ahogy már megszokhatták, amelyben megmutatjuk a magyar könnyű zene rejtelmeit, sikereit, buktatóit, érdekességeit. Nem sokára itt lesz a műsorban, itt lesz a stúdióban a Kowalski meg a Vega rock együttes frontembere, alapítója Balázs Gyula. Aztán a Cseh Tamás programnak köszönhetően ismét bemutatkozik egy fiatal tehetséges zenekar, a Lind formáció, a hazai akusztikus zene egyik úttörője. És a műsor végén természetesen ezúttal is szolgálunk különféle koncertajánlatokkal. Kezdünk! Dalírás az egy olyan periódus volt az életemben, amikor itthon Magyarországon annyira nem éreztem jól magamat, és akkor azt gondoltam, hogy mindent úgy lehet megoldani, hogyha elmegyek külföldre egy kis időre. És akkor kiutaztam Bristolba, mindent itthon hagytam, igazából nulla tervel és nem túl sok pénzzel a zsebemben, és elkezdtem vadul keresni kint munkát. Mindeközben én egyetemre is jártam, és azt is így félbehagytam, úgymond, és nagyon tényleg álmaim sem voltak semmi, maximum annyi, hogy tudtam, hogy Bristol a zenei életnek a központja, és hogy hát, ha majd ott talán valami történik velem, ami így előre mozdítja az életemet. Aztán persze nem sok minden történt azon kívül, hogy elkezdtem dolgozni nagyon keményen, hogy fent tudjad magadat tartani kint, és nagyon-nagyon sokat sétáltam a munkahely és ahol laktam a között, és ez egészen furcsa állapot, amikor mondjuk már másfél hónapja külföldön vagy, és folyamatosan sétálsz munkába vissza, és ilyen letisztult állapot, amikor olyan gondolatok jönnek. És valahol itt volt ez a törés nálam, hogy itt sokat voltam egyedül, magányos is voltam, és az angol, nyilván akkor főleg az angolt használtam, egyébként én már régen nem is éltem kint, és akkor így angolul jöttek a gondolatok, érzések, és ez valamit kihozott belőlem, és ott írtam meg az első dalszövegemet. Alina jön egy dalametlettel, egy szöveggel, és arra dolgozunk, és ez teljesen jól működik. Nekem, tehát amikor én bekerültem a zenekarba, nekem ez valahol ez egy ilyen felüdülés volt, hogy megvoltak ezek a csírák, amikből el lehetett indulni, és voltak ötletek, ami minket is inspirált. Amiről azt mondják, hogy az árpop, de tehát mindannyiunknak vannak, vagy voltak hatások az életében, mindenféle zenei hatások vannak, és újak, és mindig jönnek, és ez egy folyamatosan változó egész, ami a zenekarban alakul. Thank you.
Gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy a Gigis azt mondta, hogy elkezdhetem 16 éves koromtól kezdve, klasszikus, majd pedig jazz oktatásban vettem részt, ugyanabban az iskolában jártunk egyébként a Petivel. Azért döntöttünk amellett, hogy nem zenélünk, kvázi megélhetési zenét nem csinálunk, mert ezzel a zenével tényleg csak azt csináljuk, amit szeretünk. Tehát, hogy fix próbáink vannak, és ettől, hogy mindenkinek elfoglaltsága van, még ezen kívül ezt nagyon komolyan vesszük ezeket a próbákat. Tehát nem igyekszünk koncentrálni arra, hogy ne folyjon ki az idő a kezünkből. Tehát az a 2 óra, amit fixen próbálunk mondjuk egy héten vagy 3 óra, az mindig a próbálásról szól. Úgy tudom, nagyon örültetek a csatolás programban elnyert összegnek. Mire fordítjátok? Igen, nagyon örülünk, ez egy nagyon nagy lehetőség nekünk, és szeretnénk jól kihasználni minden egyes forintot. Az az igazság, hogy szeretnénk egy olyan nagy lemezt elkészíteni, ahol tényleg profi stúdióban és körülmények között tudjuk megkevertetni, megmasztereltetni az anyagot, ami eddig született, mert nekünk volt már egy EP-nk, de hát arra nem lehet azt elmondani, hogy az egy profi körülmények között elkészült valami, azt otthon házi körülmények között csináltuk, azon nem élők a hangszerek, azért élőben teljesen máshogy szól a zenénk, mint ezek a dalok, amik rögzíteletek. Ez úgy néz ki, hogy mindig leülünk időnként a zenekarral, és kitűzünk célokat magunk elé. És azért azt elmondhatom, hogy nagyjából ezeket mindig megvalósítjuk, amiket kitűzünk. Akkor még ezek óriási álmoknak tűnnek, de valahogy mindig sikerül elérnünk. Például nagyon nagy álom volt, hogy játszhassunk az E38-on. Ez sikerült, most már 3-szor játszottunk az E38-on másfél év alatt, ebből az egyik koncertünkön, az egyik koncertünket élőben, a tévé, nem élőben, de közvetítette a tévé is. Ezt is egy nagy eredménynek tartom. Ezen kívül sikerült a klipet is összehozni, azt is teljesen saját forrásból, amit a zenekar összerakott magának. Úgyhogy haladgatunk, terveink persze megint nagyon sok minden van, nagyon szeretnénk külföldre erre az SXSV, mindenosan mondva. A Texasi Showcase-nél nagyon szeretnénk kijutni jövőre. Talán ez sikerülni fog. Szeretnénk, hogyha vidékre eljuthatna a zenénk. Még csak egyszer voltunk koncertezni Balatonon nyáron. Fesztiválokra szeretnénk bejutni. Úgyhogy vannak terveink, meg álmaink, aztán meglátjuk, hogy mi sikerül belőle.
vega nem azt jelenti, remélem, hogy vegetariánus vagy. Mindjárt bele a kellős közepébe. Hát én egyébként igen. Körülbelül 15 éve talán most már, de maga az elnevezés, a zenekar elnevezése az nem ebből fakad, annak sokkal puritánabb, egyszerűbb okai voltak. Ugye még akivel kezdtem magát a zenekart, ő adta ezt a nevet a mindenkori zenekari rész, vagyis hangszeres részlegnek. Vincent Vegából alakult ez így, az meg ugye egy ismert amerikai filmnek az egyik szereplője volt. Persze a kérdés mögött én ezt tudom, az bujkált, hogy azért jöjjön elő, hogy halat se eszel? Nem, az sem. Ha nem? Sorba vegyünk. Hát nem, akkor ezek szerint teljesen. Hát olyan. Tulajdonképpen húsmentes az étrendem, igen. Erre kényszerítettek, igen. Vagy pedig magadtól jöttél? Persze, fegyverre most is van ott valaki sarokban áll. Nem, hát teljesen, ez 15 évvel ezelőtt, ahogy mondtam, egy szemléletváltás. Igazából próbálkozásnak, kísérletnek indult, hogy van-e valamiféle olyan változás, amit én szerettem volna kieszközölni. Azóta is tart a felfedezés, úgyhogy még most konkrét eredményeket ezzel kapcsolatban nem tudnék vázolni, de maradtam vegetáriánus. Ez nem egy vetközős műsor, de hogyha most hirtelenjébe le kellene venni a pólódat, akkor máshol is lehetne átni tetkókat? Eléggé tele vagyok, igen. Helyek közel azért majdnem minden testfelületen, mármint ami a felső testet illeti. Hát ez is jó kérdés. Azt mondják, hogy olyan, mint a más szenvedélyek, ugye egyszer belekóstol az ember, és hogyha valamilyen oknál fogva ez ízlik, akkor úgy is marad, akkor és úgy csak is telik marad. Vele az ember, igen. Egy pillanatra így emelt fel a fejed? Igen. Mert szerettem volna látni a szemedet, úgyhogy azért gondoltam, ja, hogy bocsánatot kérdez, az imidzshez hozzátartozik ez a sapkász. Most nem viccelek, tényleg mindig hordod? Fellépésekkor is? Fellépésekkor is, csak akkor más jellegű sapka van rajta. Há, mindenkinek van valamiféle hóbortja, meg talán némi kötelezettsége is, úgyhogy azért van ez. Na jó, persze. Hát igen, hát van, aki bőrjackit, van, aki nadrágtartót, van, aki sapkát és minden. Na szóval a vegától azért akkor ugorjunk oda is, hogy Kowalski, azt hiszem ez már valamivel közelebb áll hozzád. Ilyen volt a névválasztás, szóval ez direkt volt azért, hogy benne legyen. Annak idején az volt, hát az eredeti indítatás, ugye ez csak egy mondjuk úgy szóló albumnak indult, tehát az első lemez előtt. Aztán más kérdés, hogy ehhez végül is zenekar szerveződött, az is megint egy más kérdés, hogy ebből nem csak egy egyszeri alkalom lett, tehát nem egy lemez jelent meg ezzel, vagy ebből, hanem aztán most már a hetedik lemez készül. Egyszerűen már az első lemeznél is pozitív visszajelzések voltak, úgyhogy folytattuk. Most 2015-2014-et írunk, azt hiszem akkor volt ugye az utolsó, már a lemezek sorában. Lemez, igen, az elmúlt évben jelent meg a Még nem Éden nagy lemez. És platina lemez lett, ha jól tudom. Méghozzá dupla. Na most ez azért is hozom szóba, mert nagyon sokan elmondják, zenészek, előadók, hogy hogy már bocsánat a kifejezésre, hülyeség CD-t kiadni, vagy akár DVD-t, mert ez nem. A zenészek másik fele pedig azt mondja, hogy igen, a szakmának akkor az ott van, és minket meg töltsenek le nyugodtan, mert azzal is ismertebbek vagyunk. Igen. Neked erről mi a véleményed? Valahol mindkét félnek igaza is van, másrésztről meg, tehát mindenben haladni kell a korral. Egyrésztről már megállíthatatlan folyamat az internet terjedésével, hogy valóban a hagyományos hanghordozók nagy mértékben visszaestek, vagy annak a vásárlása. Igen. Azonban igazodva némileg ehhez a jelenleg kialakult helyzethez, a megfelelő konstrukcióban még mindig működhet a lemezeladás. Tehát nekünk volt olyan szerencsénk, hogy egy megfelelő terjesztővel sikerült megfelelő egyességre jutnunk, másrészt pedig a jelen korban talán még leginkább működő árat is sikerült összehoznunk erre a nagylemezre. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként már nem csak most, már évekkel ezelőtt is 1000 forintnál többért nem lett volna érdemes vagy méltányos adni egy-egy nagylemezt. Ennyiért ma is még vásárolnak méghozzá jelentősen, azzal együtt is, hogy ez a jelentős azért már nem az a jelentős méret, ami mit tudom, 30 évvel ezelőtt még volt. De körülbelül, hát majd, hogy nem azt mondom, hogy a félúton vagy, most úgy értem, hogy a pályakezdők, és a már ilyen értelemben nagyon befutott zenészek, énekesek között. Na most ez a félút, már nem Földvár felé félúton gondolom, ez a félút érezhető a zenétekben, a művészetben, hogy most oda is tartozom egy kicsit, mert a klasszikus hagyományokat is követem, popzenét, könnyű zenét értem ez alatt, vagy pedig, ahogy mondtad, haladunk a korral, és most megpróbálunk egy kicsit olyan más csinálni. Igen, hát egyébként is minden területen
Én legalábbis azt gondolom, de hát valószínűleg ezt mindenki látja, nagyon erőteljesen változások, korát éljük. Igen. Nem csak a könnyű zenében, minden fronton, ja. Társadalmi fronton is. És hát ebbe, az én korosztályom ebbe esett bele. Talán éppen ezért nem is annyira nehéz mondjuk úgy alkalmazkodni ez a kialakult helyzethez. Egyszerűen folyamatos kihívások előtt vagyunk, és folyamatos megújulásra is van szükség ahhoz, hogy mondjuk úgy, hát nem az, hogy előbbre jutni, de talán szélesebb körön megismertetni azt az üzenetet, amit hordoz például egy zenekar a közönséggel. Például külföldön is? Jó kérdés. Én elsősorban, mivel magyarok a szövegek, a magyar a gondolkodás, éppen ezért elsősorban eddig még nem, én személy szerint nem gondolkoztam abban, hogy külföldön bármilyen formában, igen, szerencsét próbáljunk, de hát csak addig a mértékig, ahol még magyar a területek vannak tenni. Tehát magyar. Azt a rossz kérdést szokták feltenni a zenészeknek, zenekaroknak, hogy milyen stílust képviseltek, de én ezt azért nem teszem föl, mert manapság, amikor elmondjuk, hogy a rock and roll örök, és mindent elmondunk, de akárhol és akármilyen koncert van, nagyon vegyes a szó jó értelmében a választék, mert itt az elcsépelt crossover-től kezdve minden van, és a népdal feldolgozástól kezdve minden. Na most én inkább úgy teszem föl a kérdést, hogy melyik áll közelebb hozzád? A sok-sokféle irányzat közül. Még így is jó kérdés, mert a saját zenénken belül is megszólalnak ugye még népzenei motivumok is. Ez hip-hop, rock, és tényleg blueson át keresztül, annyi minden. Nem is nagyon szeretnék én ebben válni. Az mondjuk tény, hogy a gyökereim az a rock vonalról jönnek. Tehát abban kezdtük el, annak idején egy teljesen másik zenekarral, de ezen tehát nem maradtam meg egyfajta műfajon belül, sem érdeklődésben, sem a munkámat illetően. Tehát, hogy tényleg sokfajta műfajt szeretnénk, és egyre többet szeretnénk ötvözni az saját zenénken belül is. Hát persze ezen felül jó, hogyha van egy védjegye, egy hangzása egy zenekarnak, hogy ne essen szét a hallgatók előtt a különböző lemezek, sorlemezek, de mindenképpen jó, hogyha szerint. És azt látom, hogy egyébként elég sokan alkalmazzák. Persze. Szoktál gyakorolni? Mármint, hogy mit? Skálázni például. Nem. Jó. A műfajt nem igényli annyira, mondjuk úgy. Hogy... Mi vár rátok a közeljövőben? Szóval most indul majd egy klubturné, de ez a klubturné igazából már a folytatása a télen lezajlott, vagy esetleg az elmúlt év végén lezajlott klubturnénak. Egészen tart március végéig, az ország minden területén jelen leszünk. De amit még fontosnak tartok megjegyezni, bár még igen korán van ahhoz, de nem lehet elég korán beszélni róla, igen. Június 12-én lesz az egyetlen nagy szabadtéri, mondjuk úgy nagy koncertje a zenekarnak, oda mindenkit szeretettel várunk. Most a helyről egyelőre még nem is érdemes beszélni, de már a különböző közösségi oldalakon mi ezt hirdetjük már. Kovalszky Nyaga Vega, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Sok sikert! Nagyon szépen köszönöm. Onnan jöttél, elillant, amerre tartasz, sehol még. Az élet a kettő között van, a sors volt hangos ajándék. Születsz, hogy mesés álmokat építs, de inkább leépülsz. Ott állsz egy sorban feladni, belehalni készülsz. Szeretlek bármit tehetnél, szeretlek másképp mondani. Nem lehet, nem is tudom miért. Szeretnél többet hallani. Bocsáss meg mindent magadnak, hisz egyszer úgyis elévül. Semmi rossz nem tart örökké, végül megszépül. Jó az, ha mindent ahogy van, úgy el tudsz fogadni. A baj mindig múló állapot, nem kell folyton keresni. A fejjel vagy a homokban, nem látszik, hogy milyen szép ez a nap, hogy milyen kék az ég. Amilyen hülye vagy én, úgy szeretlek, tám nem is tudom, milyen csoda vagy. Amilyen hülye vagyok, vele szeretem, az életbe meg minden bemit ad. A menedzser egy nagyon fontos személy a rockzenében. Gondoljatok például a Beatlesre.
Ha nem lett volna Brian Epstein, akkor lehet, hogy a Beatles sem lett volna világsztár. És gondoltak azokra a zenekarokra, a magyar bandákra gondolok, akik az elmúlt 30-40 évben lettek sztárok, mindegyikben volt egy menedzser típusú zenekarvezető. Gondolok a Benkő Lacira, a Schuster Lorántra, a Somm Lajosra. Olyan zenekar, amilyen nem volt ilyen menedzser, az nagyjából nagyon nehezen vitte bármire is. Vagy gondoljatok egy nagyon nagy névre, az Erdős Péterre, akinek a Nelaton köszönheti a sikereit. Ha pedig nincs egy ilyen ember a zenekarban, egy ilyen ügyintéző, szaladgáló, telefonáló típus, akkor bizony kell egy ember, aki ezt kívülről megoldja, ez a menedzser. Na most a menedzser az úgy működik, hogy reggel 8-kor fölkel, és éjfél tájban megpróbál elaludni, hogyha sikerül neki, és ebben az időszakban egyfolytában telefonál, lót, fut, ügyeket intéz, megpróbál kapcsolatokat építeni, megpróbálja a zenekart mindenhova benyomni, megpróbál koncerteket intézni, a koncertek körüli minden teendőt elintézni, szóval ez egy nagyon fontos, nagyon kemény meló. Viszont, hogyha a zenekar talál egy ilyen embert, akkor az már fél siker. Mert ugye nem kívánhatjuk el egy 4-5 tagú zenekartól, hogy ott zenészek vannak, ugye? Művészek. Ez nem az ő dolguk. Ezt kitaláltak a világban már nagyon régen, amikor a pop-rock zene elindult, hogy kell egy olyan ember minden zenekar mellé, vagy művész mellé, aki ezeket a bizonyos napi teendőket elintézi. Úgyhogy, ha nem találtatok még ilyen embert, akkor keressetek. Keressetek egy olyan palit vagy lányt, aki reggel elindul, és mint a gőzgép meg egész nap a telefonjával jön, megy, és elintézi minden ügyeteket. Tudom, rengeteg sztorit tudom mondani, most egyet csak eszembe jutott, hogy ugye bejön egy srác hozzám, hoz egy CD-t, és akkor kéri, hallgasson meg. Beteszem, a 20 másodperc meg kivettem, és mondom, hogy te figyelj, haver, vannak ott, mert mondom, nem mondom a neve, de mondjuk Roland D7-es billentyű? Hát igen, van. És azon van egy 27-es program, ugye? Igen. Hát mondom, ez az. Most menj haza szépen, és írj egy dalt, és aztán gyere vissza, megvan a nót. Vártam, amikor jöttél, sírtam, amikor mentél, így volt neked, elmondtam. Te vagy az, akit a legjobban vártam, amikor jöttél, sírtam, amikor mentél, így volt neked, elmondtam. Te vagy az, akit a legjobban.
Kedves intro barátok, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, figyelmeteket, aki esetleg most lemaradt, nem maradt le semmiről, hiszen ott vagyunk a Facebookon, és ott vagyunk a YouTube-on is, úgyhogy megtalálható az intro szinte mindenhol, csak keresni kell. Legközelebb egy hét múlva ismét találkozunk, addig is minden jót, a viszont hallásra, a viszont látásra, lájkoljatok, lájkoljanak bennünket! Műsorunkat a Nemzeti Kulturális Alap támogatta a Cseh Tamás program részeként.